Az életfeladatokat nem kitalálni kell, hanem megtalálni. Ezzel a gondolattal kezdte ünnepi beszédét Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője Dombováron, a civil gálán. A városban szép hagyománnyá vált, hogy a civilek napjához kapcsolódva köszönhetik azokat az önkénteseket, akik példaként állnak valamennyiünk előtt, mondta az államtitkár. Dombovár életében mindig is fontos szerepet vállaltak a helyi civil szervezetek, sportszervezetek, és az önkormányzattal karöltve számos programot, színvonalas rendezvényt valósítanak meg az év során. A civil egyesületek felelősségvállalása, önkéntes munkája, jelenléte az élet számos területén jelent segítséget a sportban elért szép eredmények, az országhatárokon átívelő hagyományőrző tevékenységek, a kultúra ápolása, valamint az idősek gondozása. Ahogy fogalmazott a térség országgyűlési képviselője, ez a néhány kiragadott példa is jól mutatja, hogy az élet számos területén számíthatnak a Dombováron élők a civilekre. A civil tanács a civil gálára meghívta a városban működő civil egyesületek, szervezetek tagjait, képviselőit, ahol helyi fellépők műsora színesítette az estét. Az ünnepség alkalmával bővült a dombovári civil díjasok száma is, tudtuk meg Hosszú Sándor Gergely elnöktől. Idei évben visszatérünk a régi hagyományokhoz, hogy a civil gálán kerülnek átadásra a civil díjak. Ebben az esztendőben 2 civil kapott személyes díjat, valamint egy civil szervezet kapta civil egyesületeknek járó díjat. Dombovár városban működő egyesületek terjeszthetnek föl civil személyeket, illetve civil egyesületet is. Minden évben nagyon sok jelölés érkezik, próbálunk olyan személyeket, valamint egyesületeket kiválasztani, akik már Dombovár életében évtizedek óta tevékenykednek, illetve akik rendkívül aktív van, működnek részt a programok szervezésében, illetve lebonyolításában. Évről évre ez tapasztalható, hogy nem csak saját szervezésben vesznek részt a civil életben, hanem kapcsolódnak Dombovárváros önkormányzata által szervezett programokhoz, rendezvényekhez is a civil szervezetek. A város művelődési házának színházterme megtelt a helyi civil közösségekkel. A díjazottak meghatódva vették át az emlékplakettet és az oklevelet a mellé járó virágcsokorral. Takács Istvánné igyekszik a múltat megőrizni a jövő nemzedéke számára, ennek érdekében számos erőfeszítést tesz. Nagyon boldog vagyok, meg kell mondjam őszintén, ezek a kedves szavak. Éppen mondtam, hogy el is teszem őket zordabb időkre, olyan jól estek, komoly elismerés a civil közösségtől. Sokan vagyunk, nagyon sokan Dombováron, akik ilyen tevékenyen dolgoznak, és itt mindenki, aki összejött a mai estén, a közönség soraiban, a civil egyesületektől, alapítványoktól, mindenki megérdemel egy elismerést, egy főhajtást. Nagyon töprengő típus vagyok. Szeretem tudni a miértekre a választ. Nagyon sok ügykérdés dolog felmerül ennek folytán. Nem a kifogásokat keressük, ahogy szoktuk mondani, a megoldásokat keressük, és olyan jó csoportban tenni ezt, csapatban tenni ezt. Szeretek teamben dolgozni. Tehát annak van egy különleges hangulata. Különösen érdemes nyugdíjasként már errefele figyelni a civil világ felé, mert egy olyan külön örömet tud adni a magányos, különösen a magányos, idősödő problémákkal küzdő embernek, ami hát szinte pótolhatatlan. Nyári Éva munkásságát nem csak a dombováriak ismerik, hiszen néptáncosaival folyamatosan járják az országot és a határon túli, akár testvértelepüléseket is. Számos versenyen fordultak már meg, ahol öregbítették a város nevét. A levélben kaptam meg ezt a hírt, és nagyon, 3-szor elolvastam, hogy én rólam van ez szó, és nagyon-nagyon meleg szívvel fogadtam, és nagyon boldog voltam. Csodálkoztam rajta, mert az ember a munkában van, és a munkából hazamegy, akkor egy csodálat az, hogy egy díjat is kap a munkájáért a várostól, és nagyon jól esett az elismerés. Fiatal koromtól a népzenének és a néptáncnak a szerelmese vagyok, már egyetemistaként én is táncoltam kisgyerekként, és az énekzeneiben nőttem fel a néptánc hagyományait tisztelve, és hát amit itt el is hangzott, hogy csak tiszta forrásból, tehát Bartóki úton
úton, és a mai öregeknek a dalait hallgatva elmenni a helyszínre, ez egy varázslat. És ezt a varázslatot én megéltem, és ezt a varázslatot szeretném a tanítványaimnak is, amíg élek, átadni. Hogy a hagyományaink, a tisztelet a múlt nélkül nincs, és múlt nélkül nincs jelenünk, és nem lesz jövőnk. Én nekem ez a hitvallásom, és ezt szeretném a gyerekekben, ezt a csírát elültetni, és remélem, hogy lesz majd követője. Éva, ahogy fogalmazott, két családja van. A vérszerinti rokonok mellett a diákok, akiket tanít, ugyanolyan fontosak számára, és igazán nagy boldogsággal töltötte el, amikor az ünnepség alkalmával meglepve őt, növendékei álltak a színpadra, és mutatták meg azokat a tánclépéseket, amelyeket tőle tanultak. Egy jól működő szervezethez nagy összefogás kell. Sok olyan ember, akik mindannyian egy cél érdekében dolgoznak szabad idejükben. A dombovári székelykör tagsága ilyen emberekből tevődik össze, bár a fiatalság bevonásán még munkálkodni kell, de már ez irányba is tett lépéseket az egyesület. Amikor megtudtam, megmondom őszintén, nagyon elérzékenyültem, mert ugye az ember csinálja az ilyen feladatot, önként vállalt feladat, amiért a jutalom az az élmény, amikor van egy rendezvény, emberek jól érzik magukat, de akkor, amikor egy civil társadalom, mert Dombovár civil társadalma méltónak tartott minket az elismerésre, ez elmondhatatlanul jó érzés. A sok munkáért, meg a sok kihívásért, meg a néha-néha mérgelődésért, és ez egy nagyon komoly ajándék. Amikor indultunk, mint 2010-ben, akkor Potápi államtitkár, akkor még ugye nem volt államtitkár, de Potápi Árpád biztatására indítottuk el a székelykört, akkor indulásként toborzon voltunk 100-on fölül, és azóta is a tagjaink száma több mint 70, tehát folyamatosan tartjuk a létszámot. Ez egy olyan lendülete indult, és akkor a jó rendezvények, meg az igények, meg az elképzelések, ezek mind-mind úgy jöttek maguktól, és van egy jó tulajdonságom, hallgattok a belső hangra, az ötletekre. A másik, hogy nem akármikor voltak kihívásaink, mert egy egyesület életében vannak nehéz időszakok, akkor sem fogyott el a lelkesedés, és hogyha végig gondolom, akkor megérte bármilyen kihívást végig vinni, vagy megoldani, mert az, ami most van, hogy igaz, hogy nagyon, nagyon sok az idős, de már próbálkozunk, hogy fiatalítunk, de az idősek is kitartanak, meg még mindig van elképzelés, meg még mindig van ötlet, és mindig, amikor eljönnek egy-egy rendezvények, mindig azt mondják, hogy jaj, de jó volt együtt lenni. Na hát ezért a jaj, de jó volt együtt lenni, ért érdemes csinálni. Dombováron, ahol a civilek mindig is fontos szerepet vállaltak a város életében, méltóképpen tisztelegtek a szervezetek felelősségvállalása társadalmi munkája előtt. A rendezvény különlegessége volt, hogy mindhárom díjazott részére személyre szóló meglepetéssel készültek a szervezők.